Persze. Kivártuk az 5 órát. Késik, majd annak most már csak ott hátul sorban van egy kis állóhely. Szeretettel köszöntök mindenkit, benneteket, régi, kedves és új ismerőseimet. A Kertváros Irodalmi Kávéház idei évi második előadását fogjátok hallani. Aki nem ismer, bemutatkozom, Béni Józsefi Marika vagyok, a Nevelési Központ Művelődési Házának népművelője. Ma este is lesz segítő társam Kovács Márk, Rónaki Anikó és Radó István, a Művelődési Ház kollégáink fognak nekünk segíteni az előadás kivitelezésében. Természetesen ma is, mint mindig, előadunk Bertalan János, címzetes igazgató, magyar történelem szakos középiskolai tanára, a Laelká gimnáziumának nyugdíjas tanára, aki még nem ismerte őt, hát javarészt már mind találkoztatok vele. Ma este Radnóti Miklósról fog szólni, illetve Radnóti Est 1, ezt a címet adtuk Jánossal, ma csak munkásságát, életét és egy nagyobb hatású versét és hát tragikus sorsát fogja János megeleveníteni, és következő hónap 26-án 5 órakor, akkor lesz a Radnóti Est 2, amikor a Amikával való szerelmét és a szerelmi költészetét fogjuk megismerni. Érezzétek jól magatokat, természetesen utána megint várok mindenkit bent egy kis kocintásra és egy kis rákcsálni valóval. Érezzétek jól magatokat. Köszönöm szépen. Azért tettük ezt a zenét Csajkovszkijnak a Hattyúktalanát, elég közismer, hangulatában illik ehhez az egész korszakhoz, meg majd a befejezünk zene, az még különben. Szokásomhoz híven a korszakról mondanék néhány dolgot, ami a hátteret elég jól megvilágítja. Na egyébként ez az a kabát, amit mondtam. Ez az a Mihály kabát, ami mondott jól. Kérlek szépen, Trianon után vagyunk, ami a mi szempontunkból alapvetően két dolgot jelent. Az egyik, hogy nem csak a gazdaságot szedte szét Trianon, hanem a kultúrát is. Ne felejtjék el, hogy nekünk van egy nagyváradunk, egy Kassánk, Pozsonyunk, amelyek azért hallatlanul fontos szerepet játszottak, tessék Adira visszagondolni, Nagyváradra, a magyar kultúrában. Tulajdonképpen, hogy Magyarország ma is vízfejű, tehát van Budapest és az összes többi vidék, az ezzel összefüggésben van, hiszen Budapest felszívta mindazt a kulturális és nem kulturális hát menekülést, ami Trianon után bekövetkezett. A másik, hogy ismételten felerősödött és bebizonyosodott az, ami szerintem Szent István óta, tehát első István királyunk óta tökéletesen jól látszik a magyar társadalmon, hogy csak ennyit kell csinálni, és ez a társadalom azonnal megosztottá válik. Szóval az, hogy Trianonban alapvető jelszó lett a mindent vissza, tehát a revízió, ez az adott körülmények között elfogadható politikai magatartás. De hogy ebből mi lett? Már 20-ban megszületik a numerus clausus,
ami eredetileg nem egyértelműen zsidóellenes intézkedés volt, hiszen a numerus clausus egy rövidített neve ennek a programnak. Ez azt jelentette, hogy bizonyos egyetemekre, karokra nem magyar származású, tehát a nemzetiségek, a kisebbségek csak annyi diákot adhatnak, amennyi a százalékos arányuk a magyar társadalomban. Persze nem nagyon nehéz kitalálni, mert megnézzük, hogy melyek ezek az egyetemek. Hát az összes bölcsészkar, közgazdaság, jog, ahol egyébként is, tehát ugye megnézzük a bölcsészkarokat, tanárképzés mindenek előtt, akkor abból lettek az újságírók, ügyvédpálya, még nem beszéltünk a színészekről és az orvosokról. Hogyha ezeket úgy összeadja az ember, akkor látszik, hogy a zsidó, tehát a bevallottan zsidó származása aránya nagyobb, mint a társadalom egészében. Tehát lappangva ott volt ez a zsidó ellenes intézkedés, de kimondva nem, majd a zsidó törvények aztán a kínáról az már erről szól. Kérem szépen, az irodalomról mindössze annyit szeretnék mondani, nem sokról maradt a Marika, úgyhogy csöppesítem. Szeretnék mondani, hogy Mikszátnál is mondtam, Adi kapcsán is mondtam, hogy tovább él az a fajta népnemzeti irányzat, ami a népiességbe fog kultiválódni. Budapest és a vidék, tehát ezt a vízfelűségre értem, nagyon hamar kulturálisan szembe kerül. Nem beszél arról, hogy Budapest fogja magába az értelmiségnek, és a gazdaságnak is a vezető rétegét. Ott piszok könnyű azt mondani, hogy te zsidó vagy, te budapesti zsidó vagy, te pedig bunkó magyar paraszt vagy, és akkor kialakulnak ezek az ellentétek az irodalomban. De azért szeretném mondani, egy érdemes például a könyvbe megnézni, ezt nem tudtam, hogy akik Radnótinak a fölmentését, tehát a harmadik munkaszolgálatos behívása előtt Radnótinak a fölmentését szorgalmazták, kérem szépen az aláíróknak 90 általam ismert, legalább 95%-a kiemelkedő magyar értelmiségi, és ennek a felese zsidó, az összes többi. Olyanok, hogy Szabó Dezsa, akinek most a nevét ismerték, a jobb oldal zászlajára küzdött, egyébként csak részben volt az, azonnal aláírt a zsidó Radnótinak, hogy engedjék meg, hát azért ez költő. Szóval nem akármi. Szóval tessék belegondolni, hogy ezek milyen súlyos problémák. Na most az irodalomból annyit, hogy Radnóti kapcsán említem majd már a verseinek az eleje az az avantgárdnak az időszaka, ami főleg Nyugat-Európában erős, nem beszélek róla sokat, mert ilyen vers nem nagyon fog előkerülni. Rengeteg zsufolt kép van ezekben a versekben, de az új klasszicizmusa az már igen. Ha valaki Babicsra vissza tud emlékezni, akkor Babicsnak a proféta verseire mondjuk ugyanezt. A klasszicizmus ugye az a görög és a latin irodalomnak a mintáját követi. Na most én mivel nagyon szeretem az időmértékes versélést, néhány nagy versénél majd igyekszem érzékeltetni, hogy a képe is görög vagy latin képek, tehát az ókori irodalomból vett képek, homéroszi képek például, de a ritmusa az Vergiliusé, az már, mert ugye a hexametert azt nem a görög irodalomból, a görögöktől átvették az olaszok, a rómaiak meg átadták Európának, mert a görög az nagyon diftongusos nyelv, azt normális ember nem tudja időmértékesben, azt csak a görögök tudják. Persze az ógörögök, a nagyiak szerintem nem mindent nem olvasnak már. Na, mondjuk ennyi. A politikáról ezt is mondtam. Kérdezében a kiegyezés stabilizálta, és az első világháború után ott van egy nagyon tehetséges politikusunk, Bethlen István gazda, hogy a kortársak hívták, 10 év alatt konszolidálja ezt az országot, de a kiegyezésben is, meg ő is megtartotta az arisztokrácia politikai uralmát. Ez azért borzasztó, mert a polgárosodás az mindig felemás módon megy végre. Ha visszaemlékeznek, pillanatban is azt mondtam, hogy a magyar arisztokratának pénze nincs. Jön a zsidó tőke és a német zsidó ipari befektetés. Tehát az országnak van egy ilyenfajta változata, egy ilyenfajta eltolódása, ami aztán majd itt most, a két világháború között eszméletlen mértékű megosztottságba fog vezetni, amit itt bátorkodtam S. István királyra hivatkozni. Na és hát ami az igazi, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy Bethlen mindent elkövetett, hogy Magyarország ne csatlakozzon Németországhoz.
ez Teleki pár is részt vettek mindenféle zsidó ellenes akcióba, törvények ő alatta jöttek, de amikor arról volt szó, hogy jön a világháború és Németország mellé, Teleki öngyilkos lett például. Azonnal fölbelőtte magát. Őt pedig a németek tették el valahol lábalól. Szóval ezek az emberek azért voltak okosak, megőrizték a maga arisztokrata múltjukat, de azért voltak okosak, mert tudták, hogy ebből a 30-as évek világából nincs kiút. Nincs kiút. Már is kiút. No, ennyit a bevezetőről. Nézzük akkor az életét, nézzük meg itt. Kérem szépen, 909-ben született, ezt mondjuk, hogy mondjam csak, épp azon morfondíroztam, hogy Fanni, majd a következő állja, Fanni van már 17-15 éves korában gyakorlatilag együttét, 35-ben házasodnak egyébként össze, csodálatos házasság lehetett, leszámítva a tragédiát. Kérem szépen, tehát nyilván tetszenek tudni, hogy zsidó származású, Blatter Jakab az édesapja, és Grósz Ilona az édesanyja. Az anya meghalt, amikor a Radnóti született, elég közismert, az anya, ők ikrek voltak, tehát Radnónak volt egy testvére, a testvére és az anyja meghalt. Radnóti sokáig nem is tudta egyébként, hogy a mostoha anyja az nem az édesanyja, mert az apja utána még egyszer megnősült. Az apja is korán meghalt, nem is tudom hány éves volt, 7-8 éves volt Radnóti, ő meghalt, de a mostoha anyjától is van egy testvére, Glatter Ágnes, aki Erdély Ágnes néven író volt, az asszony is, meg a lány is Auschwitzba végezte. Természetesen ez úgy európai szokás volt akkoriban. Na most a család, mivel ezek kereskedők voltak, a család kereskedőt akart belőle nevelni, kereskedelmi, aki emlékszik még, hogy volt ilyen a technikumokra emlékeztető kereskedelmi szakközépiskolába, iskolába végzett. Az apja halál után aztán az anyjának a testvére vette gondozásba, sokáig segítette, ő kiküldte, nézzük a másik képet a családról, ez már Reichenberg, vissza, ez egy Reichenbergi kép, ahova kiküldték, ezt Liberec néven ismerjük a történelemben, a német neve Reichenberg, Csehszlovákiában, az akkori Csehszlovákiában lévő város, itt tanul kereskedelmet. Hazajön, érettségizik, etc., de ő úgy dönt, hogy kész, passz, ahogy ő írta bele, vágta a tollat az asztalba, ő író akar lenni. Ehhez le kellett tenni neki egy gimnázium érettségit. Azt megcsinálta, és mivel zsidó volt, már Budapestről nem mentett egyetemre, viszont Szeged fölvette, Szegedre került egyetemre. Ez a Szeged Egyetem központi épülete, a Klauzál tér. Ja, aranydiplomás vagyok, itt fogom átvenni nyári 50 évekre. Van, hogy ha beszéltél, akkor de most dicsekedjek, vagy szomorú. Hogy most egy ötven, az nagyon derény. Na, kérem szépen, ez a központi épület, aki ismeri Szegedet a Klauzál tér, és onnan indul a Sétáló utca lefelé, a Kárász utca. Engem olyan, vannak tanárok, akik vele együtt voltak, akik tanítottak, ez nagyon fontos volt nekem, úgyhogy nagyon sok mindent tudtam, értettem. Ebből magyar-francia szakra iratkozott be, egyébként mindig azt mondta, hogy ő nem tud rendesen franciául, és ezért igyekezett kimenni Párizsba franciát tanulni, ez nagyon fontos. Na most kérdezzétek még, na itt van a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának egy képe, ez egy csoportkép. Jobb oldal az a félrefordított fejű Radnóti, őt felismerik, ez a világos kabátos úr, ez az én néprajzos professzorom, és balról a második, az a bajszos alacsony, az a Hunferi bácsi, ő meg színász történetet tanított nekünk. Tőle a bal kezén van Tolnai, ő nem tanított, ő akkor került az egyetemre professzornak, amikor én már végeztem. Nem egy rossz csapat, azt mondjam, gondolok, hogy itt tanítottak. Mondjuk azért persze mindenkit nem ismer az ember ebből. Akarom még mondani, 26-ban ismertem meg Gyarmati Fannit, együtt jártak matek korrepetálásra, innen elett a szerelem, 35-ben pedig, ahogy említettem, összeházasodtak.
Na most, hogy ne húzzam nagyon az időt, jönnek a borítók, ahogy mondtam. Azt mondja, az újmódi pásztorok éneke, dátumokat nem tudom fejből, 31-ben. Van ott a másik teremben egy nagy kép, kérem szépen ezt a kötetet elkobozták, felolvasom a vádot, ott van a fényképe, a vádiratta följelentették, azt mondja, hogy szemérem elleni vétség és vallás elleni kihágás. Szemérem elleni vétség és vallás elleni kihágás. Kérem szépen, itt van a könyv, a kép, ezt nem ismertem, a szemérem. A kezeit házi, haló, a kezeit nézd, haló virágok a fagyban. Haj omlik a galamba párnán, hogy megül Mária, de kedvesed is volt már, szeretőd ilyen arc. Ez csak akkor lehet szemlére menni, ha ez a Mária szíz Mária. Nem lehet pontosan tudni, hogy kérjön szóval. Ez paráznoság. Ez a hadsor. A vallás, ez Jézus. 22 éves vagyok, így nézhetett ki ősszel Krisztus is ennyi idősen. Még nem volt szakálla, szőke volt, és lányok álmodtak véle élek. Jézusom, nem álmodnak nők. Na, elhozták. 8 nap elzárást kapott, de akkoriban volt a kuri, ez egy magasabb fokozata a bíróságnak, gondolom ma is van ilyen. Mondták, hogy nem szabad ezt a 8 napot letölteni, mert ez befolyásolja a pályafutását. Volt ilyen bíróság régen, kérem szépen, hogy a zsidót fölmentették. Jó hírt. Na, azt mondja, a nyugat megjelenteti a verseit, ez egy levél. A nyugatnak írt egy levelet, az aláírással, csak hogy legyen. 31-ben megy ki Párizsba, a Notre Dame-ot raktuk be, ez a tanulmány, tehát tanul. 33-ban Lávadozó szél című kötete jelent meg, ezt egy barátja metszette. Azt mondja, 35-ben az új hold, ezt a Bradot úgy mondja, hogy ebben a kötetben lezárul a korszaka. Tehát ha igaz az, amit mondtam, hogy volt egy avantgárd induló időszaka, és egy klasszicizáló időszak, akkor ez valamit kezdődik 35-ben ezzel a kötettel. Akkor a 36-ban Járkány csak halálra ítélt. Zolnai Béla professzornak a könyveit ismerem, nyelvész volt, ajánlott, az egyik patronusa volt. 37-ben Fannival van Párizsban, ez a diadalép nyugodalom felismeri. 38-ban a Meredek út című kötetét adja ki. Ez azért nagyon fontos, mert amiről majd előkerül, az eklogák itt jelennek meg. Hajtott nagyon arra, hogy az eklogákat Vergiliusztól egyrészt fordított, mondjuk ebből meg lehetett élni, hogy a barátok engedték, hogy fordítson, és akkor ő maga is írt eklogákat. Azt mondja, 39-ben újra Párizsban van, és akkor jönnek a munkaszolgálatok. Itt ez egy munkaszolgálat és egy haláltáborként nem lehetett egy nagy dolog. Jaj, szeretnék mondani, ez egy bori tábor, 43-ban katolizál. Azt írja, hogy ő korábban is katolikusnak érezte magát, de hogy ne tekintsék menekülésnek a megkeresztelkedését, ezért 43-ban keresztelkedik meg. Ő is meg Fanni is, mert ő is zsidó. És nem is tekinthető így. Egyébként Sík Sándor egyetemi tanár az egyik, ő pap volt, ő, hogy mondják ezt, mit csinált. Tehát ő keresztelte, igen, nem tudta ők mondani. Kérem szépen, 44 májusában kerül a bori táborba, ez Szerbiában van, ez részbányák, a németek működtették. Magában a bányában nem dolgozott, erdőt írtott, utat épített, vasutat épített, szóval szörnyű élete volt. 44. szeptemberében indul el a halálmenet, és novemberben lövik agyon. De szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, a könyvben nem pontosan így van. Fiatal tanárkoromban egy csomó könyv jelent meg, ilyen vallomásos, persze ezt a fiatal tanítási kérteni, hogy 25-30 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt. Ennek a tábornak nagyon sok művész és nagyon sok kommunista politikus volt a
tagja. Amikor az oroszok már jöttek, közel lettek erőteljesen, aki ismeri a jugoszláv történetet, azt tudja, hogy nem az oroszok szabadították ott föl a legtöbb helyet, hanem Titónak a partizánjai. Na most végig élt a rémhír, hogy a partizánok lerohanják őket és kinyírják a tábor vezetését. Tehát német és magyar őrök voltak ebben a táborban. Radóték mindig várták, hogy a partizánok esetleg megrohanják a tábort, és ők ezt túl, szerintem nem érték volna túl ők sem, mert tessék arra gondolni, hogy mi volt ott a háború után, amikor Jugoszláviát a partizánok hazavárták. A lényeg az, hogy a németek úgy döntöttek, hogy két részre osztják a tábort. A mozgóképesebbek, mivel volt egy alkú, mennek Ausztriába, Németországba dolgozni, a gyengébbeket pedig agyonlövik, tehát a szokásos németes megoldással tarkolőst. Radnóti abba a csapatba került, amelyik ott maradt. Tehát ő nem volt olyan állapotban, hogy gyalogolni lehessen, és volt ott egy ilyen kommunista-szerű valamilyen baloldali sejt, és ezek kicserélték mondván, hogy ezt a tábort, aki ott maradt, úgyis agyon lövik, és akkor aki megy, az legalább életben marad. Szalai Sándor, aki a Radnóti barátja volt onnan is, ő például ezt túlélte, ezt az egészet, és ő úgy vitte Fifinek a hírt, hogy Miklós él. Többen Miklós már régen tarkol lőtték kapdánál. Na most, tehát kicserélték ezt. Szerintem az, hogy Fanni néni senkivel nem állt gyakorlatilag szóba Radnóti oltásfének a megtalálás óta, tehát 46 óta ő gyakorlatilag csak néhány baráttal hajlandó érintkezni, és semmilyen politikai erővel nem hajlandó szóválni. Szerinte ezt elrontották, és Radnóti halálában sok mindenki ludas. És azt hiszem, hogy ebben sok igazsága is van, még elfogultak is vagyunk. Egy biztos, hogy Győrig eljutottak. Tehát odáig meneteltették ezeket a nyomorultakat. Ott azt mondják, hogy magyarok meg németek, nem, ezek magyar katonák voltak, magyar csendőrök, egy szakére fölrakták, a mozgásképtelenek voltak, vagy 89-en, nem emlékszem már. Egyetlen kórház se fogadta be. Könyvek úgy mondják, hogy a Győri kórház túl zsúfolt volt. Igen, a Győri kórház túl zsúfolt volt, meg a többi száz is, ahol voltak sérültek, mindenhonnan elhajtották őket, és az őrök úgy döntöttek, hogy akkor nem mennek tovább, mert a menet az elment Ausztriába, aki járt arra, azt tudja, hogy Győrt elhagyjuk Sopron felé, tehát megyünk Ausztria felé, ott van egy kis faluféle, ott megy el az országút, amellett ott van egyébként a tulajdon gazos részről egy fénykép, ahol megásadták velük a sírukat is. Akkor lőtik. Na most mi onnan tudjuk, hogy menjünk tovább. Képben, hogy a Mori Notes, amit itt odaadtam, képben, nehogy valaki hazavigye, mert hogy a Mori Notes a versek egy részét a Szalainak, tehát odaadta a barátoknak, hogy több felé, hogy megmeneküljenek, azt hiszem 5 verset a Szalai el is vitt Fifihez, de ebben a kis ütletben tisztázgatta a verseit, amelyeket éjszakánként, vagy amikor mondja ott rá, írogatott. 5 nyelven van az, a kis füzet elején írva, hogy ez a Radnóti Miklós magyar költő füzete. Vigyék el Ortotai Gyula magántanárnak, egyetemi magántanárnak, aki neki Szegedről jó barátja volt, és néhány vers. De majd előkerülnek még, amit látszik. Élete után, 46-ban, nagy viták után, de inkább kegyeleti okból, végül is a Tajtékos Év című kötete megjelent, és ezek már a halálához való képek. Egy emlékmű, ezt Mohácsa mindenki láthatja, ez Varga Imrének a másolata, Abdán van tudomások szerint az eredetije. Ez is nagyon szép szobor otthon. Milyen part az, Macsi, ez a busópart, vagy hogy hiszem? Mindegy. És ez pedig a sírjának a emléke. Hát kérem szépen, ennyit. Hadd mondjak valamit a stílusáról, amit itt mondtam. Korai időszakban adnak, és itt a tajtékoség, ami volt, nincs jelentősége ennek. Babicsnak a házát mutassa meg azt a képet.
ott van a bajszos Babics. Babicsinak ez, nem emlékszem, hogy Alessandro került volna. Babicsinak Esztergom fölött fönn egy ilyen volt egy háza, azt hiszem, hogy is én sose voltam ott, és annak az volt a tulajdonsága, hogy a jeles emberek ott voltak, aláírták. Egyébként ott jobb hátul fönt, innen ezen a képen nem látszik, ott van a Radnótinak is az írása. Babics volt az egyik mintája a fiatalnak, és Adi. Egyébként Babics nem kedvelte a fiatal Radnótit, elég kemény kritikákat írt róla. Van is ebben igazság a képeinek a túlzsúfoltsága miatt. Babics szigorúbb költő volt, mint ő. Most két dolgot szeretném mondani. Radnóti költészetének alapélménye a természet és a szerelem. Ez halálbiztos sor előkerül. Na most van itt két fogalom, amit szeretnék megvilágítani. Az egyik, azt szokták mondani, hogy a Radnóti verseiben alapkép a bukolikus idill. Az idillt azt mindenki tudhatja, hogy micsoda az idill, az azt jelenti, hogy valami szép, valami jó. Tehát ha jó életünk van, akkor idilli életünk van, ezt úgy körülbelül. A bukolikus az pedig görög eredetű költői eszköz, kifejezés, a természet szépsége az igazi idill. Ez aztán később a felvilágosodásban, tessék Rousseau-ra gondolni, vagy a magyar csokonaira gondolni, akik a természetben csak a szépet látták, és oda lehetett menekülni. Erre még majd teszek említést. Az ekloga, az a másik ami fogalom, az ekloga az eredetileg görög vers típus, egy párbeszédes vers, lírai alkotás, de föl lehet ismerni benne az epikát, hiszen történése van, és az eredeti görög az kevésbé tragikus élményeket őriz. Vergilius már igen, mert Vergilius akkor kezdett eklogákat írni, amikor Cézárék, tehát pontosan Augustusék kihajtották őket onnan, tehát átélték azt a korszakot ők is, úgyhogy ebben már benne van. Vergilius már a természet szépsége, a költészet szépsége és az élet fájdalma, keserűség ellentétet már megfogalmazza. Nem nehéz észrevenni, hogy ez Radnóti. Radnóti ugyanezt fogalmazza meg. Tehát ennyit kell erről mindenképpen mondani. Ez egy, hogy mondjam, ez menekülés. Szeretem ezt a szót használni, mert bennünk is van valamilyen menekülés vágy, családhoz, gyerekhez, unokához, költészethez, valláshoz váróba. Na most ez a költő esetében különösen így van. Valamikor Berzsenyit, amikor több egy éve mondtam, akkor hivatkoztam először erre. És még egy dolgot szeretnék mondani. Kérem szépen, Arany Jánossal kapcsolatban mindig azt mondják, hogy ez az ő vers címe, hogy mindvégig. Ez egy erkölcsi parancs. Akármi van, a költő a kiválasztottság tudattal, mert az igazi költőnek ez megvan, ez nem politika, mindvégig azt kell csinálnia, amire hivatott. Ez így hülyé hangzik, de ha elolvasnak verseket, akkor tudja. Petőfi kapcsán is ezt mondta. Petőfi nem élhette túl a segesvári csatát, mert utána már nincs az a Petőfi, aki volt, az a nagy Petőfi. Mint ahogy Radnóti is. Nem nagyon szokták egyébként hangsúlyozni, de amikor kint van utoljára Párizsban, meg itthon is, állandóan mondták, Miklós, ne menj haza, Miklós, nem úszod meg, te zsidó vagy, ezt nem lehet. Miklós, elbújtató, Miklós, így, nem. Hazament. És Fifivel volt Párizsba, tehát nem úgy vagy hazarohanod a feleségemet. Nem. Radnóti nem élhette túl ezt akkor. Ez volt a sorsa, ezt nem élhette túl, ettől lett a magyar irodalomnak ez a zseniális óriása. Így gondolom én. Nem én. Ezt egyébként ő is írta, ha valaki elolvas ezt a könyvet, megtalálja ezzel benne. Tehát helytállás. Adi kapcsán mondtam a mégis morát. József Attilájról, mégis magyarnak szám kivett be, lelkem sikoltva megriad. Ezt nem lehet másként értelmezni. Még bennünk is van, apró nyomokban valami ilyen mégis morálféle. Valami, nagyon picike. Mondjuk a politikát nézzük, akkor azért nem tudom, van bennünk, de azért előfordulhat, hogy van. Ennyit. Na nézzük akkor a költészet részletet. Kérem szépen, előbb felolvasok egy idézetet, pontosan tudom fejből is. Van egy film, nem nagyon régen játszották, Trója című film, ami nem sok köze van Homéroszhoz, meg a trójai eseményekhez,
De van benne egy mondat, amit egyébként a rendező, nem tudom pontosan már kitől, valamelyik görög vagy római nagyságtól lopott, és ezt odaadta, hogy hívják ezt a színész, Pint? Az. Ő mondja a rabságba került királylánynak. És ez igaz, mert ezt nem Homér azt mondja. Azt mondja, hogy a biztos halál, tehát hogy az így mondja, hogy az istenek irigyelnek bennünket, mondja, kicsoda? Pint. Mondja, az istenek irigyelnek bennünket, mert mi biztosan meghalunk. És a biztos halál megszépíti az életet. És ez igaz. Tessék megfigyelni, hogy amikor nagyon-nagyon nyomorult körülmények közé kerül az ember, mint ahogy Radnóti oda került, akkor lehet igazán érteni, hogy mit jelent neki Fifi, mit jelent neki az a szilvafa, mit jelent neki a kancsóbor, mit jelent neki a ház, mit jelent neki az a kő, amire rálépett, amikor iskolás volt és minden. Mindent megszépít a biztos halál tudata. De nem tudom, hogy a nyugodt békés elszenderedés ez hogyan van, még remélem nekem is van pár évem, tehát nem nagyon akarom megjósolni ezt, de ugye a pisztoly ott van az ember tarkóján folyamatosan. Milyen megaláztatások érik ezt az ember, erről órákig lehetne beszélni. Kérem szépen, Vergiliusnak a 9. eklogájából, ezt ő fordította, fölolvasok három apró idézetet, háború és a költészet ellentéte, a táj, szépsége, amiről beszéltem. Azt mondja, hogy jól vagy. Két ember beszéltem, két. Azt mondja, hogy jöjj Galáter, Janemász utána. Itt van a bíbor szívű tavasz, már önti az újult föld a virágot. A nyárfa fehéren hajlik a barlangnál lefölé, s én összefonódnak az zöldvennyi vég is. Jöjj ide hát, hadd várj az engő partot a hullám. Énekelni lehet, annyira szép, időmértékes. Tehát, amit mondtam, az ellentét, azt mondja, hallhattad, híre járt Licidas, de tudod, hogy a versek oly tehetetlenek ott, hol a Mars dárdái ropognak. Háború, költészet. Van még egy ilyen idézetem. Élhet-e így nagy baj valakit? Jaj, hát lehet az, hogy elnémultál volna örökre drága Menakasz, a költő. Nymphákról kidalolna, kihímezné teli rétűn gyönge virágokkal, s remegő zöld árnyal a forrást. A természet. Szóval aki ezeket nem érti, már úgy értem, hogy a kortársak, aki ezeket nem érti, az a legfontosabbakat nem érti meg, ami egy embert, egy költőt táplál. Tehát Vergilius és Radnóti ikertestvérek, hogyha erről van szó. Persze a sorsukban is sok volt a közös vonás. Kérem szépen, egy korai verse azt mondja, hogy 33-ból, 81. oldal, elég közismert vers, 81, na hol vagy? A vers Homéroszi hasonlat, a mintobika. Nem biztos, hogy a fiatalok ezeket a képeket pontosan értik a helyükön, de hát tessék belegondolni, ez a görög mitológiának egy különleges alakja, mi mindent rejt magába. Tehát nagyon fontos, hogy 33-ban írja, tehát hol vagyunk még a halálától. Benne van a múlt, a jelen és a jövő, a költő múltja, jelene és a jövője. Semmi különös, tessék figyelni. Úgy éltem életem mostanig, mint fiatal bika, ki esett tehenek közt unja magát a déli melegben, és erejét hirdetni körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt a mosolyogót. És rázza fejét, s fordul, szalván a sűrű repedő levegővel, és dobbantása nyomán gyötrött a fű, s föld fröccsen a rémült legelőszék. És úgy élek mostan is, mint a fiatal bika, de mint a bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén,
és felszabul a levegőben. Érzi, hogy a hegyi erdőkön az őzbak megáll. Füláll és elpattan a széllel, mely farkas csorda szagát hozza sziszegre. Fölszabol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd, és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda, és lassan szomorú bőg a kövér levegőben. Így küzdök én is, s így esem el majd. S okulásul késő koroknak csontjai őrzi a táj. 33. Ennyit. A kortárs útlevelére az annak van ott a faximiléje, azt, hogyha valakit érdekel, akkor megnézi. És ebből is a kortár, ez a Szekedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának a tiszteletére írt ezt a verset. Csak néhány dolog megint az életről, hogy hogyan él az ember, hogyan lehet élni, milyen lehetséges emberi magatartások vannak abban a világban. Kérem szépen, nem akarok demagóg lenni, de 1000 évre, 1100 évre visszamenőleg ez bárhova be lehet tenni a magyar közösségben. Azért a múltat mondom, hogy nehogy véletlenül valaki a jelenre gondolja. Surranva kell most élni, sötét vadmacskaként, ki néma hittel ugrik, és karmol is szörnyen, 10 feszes körömmel. Ki, hogyha alszik, félig alszik, és szembe hasonl a vésszel akkor is, s villanva eltűnik, ha fáj a küzdelem. Vagy sárként kell majd tapadnod orvul lábat, ha rád lép, nyalogatni puhán, s mutatod a hátat, hogy nyomát viseled, és hogy mi becses néked ezen még. Medália hátadon, s az asszonyod ott a piacon, délidőn rólad igyekszik. Ha ezt követed, élhetsz valahogy, bólinthatsz meleg ételek fölött, és az esti csöndben leköpheted magad. Ezt a verset 1934-ben írta. Tehát 10 év még visszavadt. És hol vagyunk még a zsidó törvényektől? Hát az egyik szerelmem tisztelettel. Az egyik szerelmem az első ekloga. Hát ettől a verstől mindig oda vagyok. Hát, ha megengedik, akkor magukra tukmálom a tudományomat. Vergiliusnak a képe, Vergiliustól. Nem tudom, hova valósi ez a mozaik. Tehát Vergiliust, ha más nem az édeiszről, mindenkinek tudjuk ismerni. Kérem szépen, azt mondja, ez két embernek a párbeszéd, a pásztoré és a költőé. Nem nehéz észrevenni, hogy ez a Raddóti, a pásztor is a Raddóti, meg a költés. Bennünk is van két én minimum, egy ilyen, meg egy olyan, hát ez a kettő. Ez a két én beszélget. Ez nem skizofrénia vagy valami hasonló, hanem a lehetséges magatartások, a lehetséges világ képe. Azt mondja, a Georgikonból van, Vergilius Georgikonjából van az idézet, a vers elejére latinul, hogyha nem olvasom föl latinul, magyarul. Mihelyt a jog és a jogtalanság összekeveredik, háborút lepik el a földet, és a bűnök sokasága. Ez eredeti Vergilius szöveg, Radnóti fordításával. A versben ott van a bukolikus idill, amiről beszéltem korábban, Federico García Lorcát, a spanyol költőt, akit a polgárháborúban nagyon lőttek, említi, Attila pedig József Attila, akinek a nevét említi. Itt van kérem szépen megint a mégis morál, a mindvégig, a helytállás. Nem akarok én erről sokat mondani, a vers önmagáért beszél. Majd igyekszem a végén egy kicsit a dallamára is hivatkozni. A pásztor kezdi. Nem olvasom, hogy mikor mondja a pásztor, mikor a költő, ki lehet találni a szövegből a pásztor. Régen láttalak erre, kicsalt a rigók szava végre. Hallgatom, úgy teli zajjal az erdő, itt a tavasz már. Nem tavasz ez még. Játszik az ég, nézd csak meg a tócsát, most lágyan mosolyog, de ha éjszaka fagyköti tükrét, rád vicsorít. Mert áprilisel sose higgy a bolondnak, már elfagytak egészen amott a kicsi tulipánok.
miért vagy olyan szomorú? Nem akarsz ideülni a körre? Még szomorú se vagyok. Megszoktam a szörnyű világot annyira, hogy már néha nem is fáj. Undorodom csak. Hallom, igaz, hogy a vadpireméusok ormányizó ágyú csövek felesennek a vérbe fagyott tetemek közt, s medvék és katonák menekülnek el onnan. Asszonyi had, gyerek és öreg összekötött batyúval fut, s földre hasal, ha fölötte keringeni kezd a halál, és annyi halott hever öt, hogy nincs, aki eltakarítsa. Azt hiszem, ismerted Federicót, elmenekült, mond, nem menekült. 2 éve megölték Ramidában. Garcia Lorca halott, hogy senki sem mondta nekem még. Háborúról oly gyorsan iramlik a hír, és aki költő, így tűnik el. Hát nem gyászolta meg őt Európa? Észre sem vették. S jó, ha a szél a parást kötörászva a törtsorokat el a mágia mély helyén, s megjegyzi magának. Ennyi marad meg majd a kíváncsi utódnak a műben. Elmenekült. Meghalt. Igaz is. Hon futott a követő? Nem menekült el a drága Attila se, csak nemet intett folyton eredre, de mondd, ki siratja, hogy így belepusztult? Hát te vagy ész. Visszhang jöhet éjszaka én rákorban. Ágyod öreg közt. Üszkösödő romok árva faluk közt. Írok azért, s úgy élek a kárgá világ közepén, mint ott az a tölgy él, tudja, ki vágják, s rajta fehérlik bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog írtani holnap már a favágó. Várja, de addig is új levelet hajt. Jó neked. Itt nyugalom van, ritka farkas is erre, s gyakran el is feledett, hogy a nyáj, amit őrzöl a másé, mert hisz a gazda se jött ide hónapok óta utána. Ágyom az én. Öreg este szakad rám, míg hazaérek. Alkonyi lepke leveg más pergeti szárny ezüstjét. Emlékeznek, mit mondtam arra, hogy kapcsán? Így írni magyarul. Alkonyi lepke leveg más pergeti szárny ezüstjét. Hát ha belehallok se tudni, ez töredékesen kell találni. Pedig elhagyom, valami kápráz. És ez végig hegzameter. Végig hegzameter. Ez. Na, gyönyörűség. Gyönyörűség. Na, nézzük tovább. Ja nem, előbb a negyedik Európából egy részlet. 200. Ez egy ön, 43-ban írt a verset, ezeknek a többsége már a élete végén van. 43-ban írta a negyedik eklogát, önvizsgálat, haláltudat. Hadd mondjak erről valamit. Azt mondja Bálint György, a kornak jeles újságírója volt, Radnoti barátja, őt is agyonvágták valahol egy ukrajnai haláltáborban. Ő írja, hogy a Radnoti verseiben nem halálvágy van, nem halál, nem is tudom, hogy várja halált, vagy fél haláltól. Egyszerűen csak a tudat, hogy meghal. Bennünk is van. Csak nem úgy, hogy majd tarkon fognak lőni, de te reméljük, hogy nem. Reméljük, hogy nem. Tehát a halál tudat az azt jelenti, hogy számolok azzal, hogy valamilyen okból vége van az életemnek. Ez lehet békés halál is, és lehet ilyen is. És Radnoti esetében erre van szó. A költő mondja a versben. Születtem, tiltakoztam, s mégis itt vagyok. Felnőttem. És kérdezed, miért? Nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig, s őrök kísértek végig az úton. És már tudom, halálra érek én is. Emelt, s lejt a hullámzó idő. Rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a holt karéja nő. Tökéletes önarckép ebben a helyzetben róla. A töredék
Nemzedék című verse, ez egyébként vitatott vers volt, eredetileg ennek a verse nincs is címe. Ezt így utólag adták, meg azért töredék, mert ma is úgy gondolják, hogy ez csak töredékben maradt meg ez a költemény. Azt mondja, ennek az a különlegessége, hogy ebben a versben nincs idén. Tehát a töredék az ennek a világnak a bemutatása. Nagyjából azt mondja, hogy ilyen a világ, ilyen élet van. Ebből csak részletek. Olykorban éltem én a földön, mikor besugni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, ne társ csak lelkesedni lest, már azt is gyűlölték akár. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s ráhatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzetem vigyorgott vértől, és mocsogta a részeken. Hát az egyik kedvencem következik, Radnóti versével, ha nem tudható. Mindenki ismeri a verset, Latinovicsal mondatjuk el. Tessék figyelni, mert nem biztos, hogy mindenhol a hang még erős. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kisország, messze ringó gyerekkorom világ. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, és nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. Annak mit rejt a térkép, gyálas vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzem, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hemperek, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfony. Az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntrőle kő se látható, nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem, világit bennük őrzik, sötét pincékbe bújva. Míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők fel. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfellek. Ám Babics kezdeményezésében, de nem vagyok biztos, volt egy olyan akció, hogy a nagy embereket megkérdezik és írjanak róla, hogy mi a magyar. Tehát olyan magyarság érdeklődés. József Attilának a Dunánál című versehez többek között erre íródott. Ez a rakodóport alsó kövén ültetett, ezeknek nem érkezni. Na most,
Ez a vers nem erről szól. Ez a vers mindössze azt mondja, hogy én magyar vagyok. Magyarországon, lehet, hogy Angliában, Amerikában, Afrikában, Amerikában, ez nem kérdés. Magyarországon, hogy magyar vagy, vagy nem vagy magyar, ez kérdés. Az volt mindig, ezer évben is az volt, most is az, és erre érdemes belegondolni. Radnóti zsidó, tehát hivatalból nem is tekinthető magyarra, pláne amikor tartódik. Tehát, szóval, mitől magyar a magyar? Nem biztos, hogy ez a legjobb verse, de hogy erre a magyarság gondolatkörre mindent tud mondani. Kérem szépen, azt a verset fogom most felolvasni, az a másik, amiben szerelmes vagyok. Ez, megkérdeztem a Pintér Katit, a gimnázium francia tanárát, hogy jól mondom-e franciául, valaki tud franciául, nehogy leszóljon. Marcel Proustnak az Eltűnt idő nyomában című regényéből a címet vett, tehát a cím egy részét. Az eredeti az, tudom már, à la recherche du temps perdu. Az Eltűnt idő, szépen mondtam, nem? Látom, nem tudtam magyar vagy franciául. Jó van, tehát az à la recherche című verse. Kérem szépen, ez a vers az emlékekről szól, ez már az a bizonyos menekülés motívum. Tehát ha beletetsz, benne van egyébként a bolyanok ezben. Tehát ha beletetszene gondolni, itt már a halál előtt, a halál biztos tudatával szembesülő, kínlódó ember keresi a múltat. Azt mondják egyébként, hogy a halál előtt egyébként is hajlamos az ember megkeresni a régi emlékeket, és ezek valamilyen módon segítséget adnak, mentséget adnak. Ez itt, a múlt az idén, az egyértelműen az idén, ezt észre kell venni. Azt hadd mondjam így, a biztos halál van benne, a biztos halál tudata van benne. Így nem lehet menekülni, csak valahol belül. Ezt egyébként majd a Fanny versekben lehet látni, hogy valahogy úgy írja, hogy belülről vetít az elme rám, mert egy nem vagy, de ha elhúgyom a szemem, akkor itt vagy. Szóval valahogy így néz ki. Ezt már a Lagerheidenau-ba írta, tehát a Boritáborban. Régi szelíd esték, és emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal. Hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj? Mikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok, a szép szemű karcsú pohár. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők rintak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak, és otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek, szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria föl. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak, csak azért, mert ellene mit sem tehettek, s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezék alatt. A szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt varga, marhakocsikban utaztak, dermedten, s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyal őrzi nagy álmuk az éjben, s volt, ahová, mindegy. Hova tűntek a bőzsbarozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül és szeme alján. Elnehezettek a tündér létű lányok a háború hallgató gémei közben. Hol van az éj, az a kocsma a hársak alatt az alatt? És akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik aránya kibomlik, s mérem néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jön soha többé, mert ami volt, annak más táblatot adta alá már. Ülnek az asztalnál,
Megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd porrunkba. Kik eltemetetlen távoli erdőkben, és idegen lejelőkön osznak. Káprázatosan szép vers. Nem is tudom, hogy ez vallomás-e. Szóval valami, hogy valóban lehet ennyire szeretni az emlékeket, a múltat fontos? Lehet-e? Vagy csak mert ilyen körülmények között van? Én úgy gondolom, az első igaz. Igen, lehet. Ez valahogy így néz ki. Hát jön egy új videónk, a sem emlék, sem varázslat. Egész fontosan, aki mondja, tessék mondja a szituációt, egy fiatal ember mondja, egy lány ott a gyertya mellett tartja a papírt, őket én nem ismerem, de nagyon szépen mondja. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell, a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébredt, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen. Annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, alázat, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felétől. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengjel hát egy percre, egy gazdag életen. Szívemben nincs harag már. Bosszú, nem érdekel. A világ újraépül. Bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van. Nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs. Két dologra hívom fel a figyelmet. Hogy az angyal kép elég közismert keresztény kép, hogy mindenki mögött ott van az ő védő angyal, aki megvédi, és a végén mondja, hogy ő mögötte már angyal sincs. De ott van előtte az a gondolat, hogy a jövő. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága a magyar költészetnek, hogy akármi van, akkor is érni, dolgozni, tenni kell, mert majd akad egy nemzedék, amely ezt meg fogja érteni. Most ez vagy igaz, vagy nem, de ezt nem a költő dönti el, hanem az utó. Hát akkor a másik. Gáti Józsi bácsit, a fia is már öreg, Gáti Oszkár nevű színész. Józsi bácsinak van egy életmű versmondás sorozata. Nagyon fiatal voltam, amikor ő még színész volt, és ezt megcsinálta, és így összebügyköltük az erőltetett menetet. Ha tetszenek emlékezni rá, ilyen töredezett, egy ilyen kacskaringós utcon a verseny középen, azt mondják a hozzáértők, hogy ez magának az erőltetett útnak a szimbóluma. Vagy így van, vagy nem így van, az biztos, hogy a többi versében ilyen nincs. Na kérem szépen, egyről hadd hívjam fel a figyelmüket, ebben benne van a remény, meg a menekülés. Azt mondja a végén, de ez lehet talán még, a hold ma oly kerek. Kérem szépen. Vagyis biztosan nincs remény. Ha abba biztunk, azért maradunk életben, mert a hold éppen tele van, akkor biztosan semmi remény nincs.
Nem is tudom megmondani, hogy mennyire szép így ez a kép. Nem azt mondja, hogy meghalok, ezt is mondja, 74 milliószor mondja, de így, csak ebben az egy verben mondja. Hallgassuk, Tudi Márcs, nagyon szeretem a öreg huszárt. Erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked. S vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer, s ha kérdezed miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámból, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog, hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. S mint egykor a régi hűs verandán, a béke méhez öngem, míg hűl a szilva lekvár, s nyár végi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú dél előtt. De hisz lehet talán még, a hold ma végkerek, ne menj tovább, barátom, kiállts rám! Fölkelek! Nem nagyon kell el mit mondani. A 3-as és a 4-es Razgrednicát hagytam. 4 van. A Razgrednica az képeslapot jelent szerb szó. Tulajdonképpen a tábor. A 3-as az a tábornak a kép. Az első kettő az egy ilyen-olyan-olyan idő. Nem nagyon fér bele az időben. A negyedik az meglehetősen közismert, ez a negyedik, ugye? Nem látok előre, mindegy. Ebben egyik barátjának a halála van benne, aki fölborult, tarkollőték, nem kelt föl. Ő összeesett, ő bele még belerúgtak, ez föl kell, és a többi. Ez az utolsó verse. A 3-as az így hangzik. Az ökrök száján véres nyár csorog. Az emberek mind véreset vizelnek. A század bűzös vacsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Ezt Mohácson írta egyébként, nővéret születésnapjának az emléke. Negyedik. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s feszes volt már, mint húrha pattam. Tarkolülés. Így végzett, hát te is, súgtam magamnak, hogy csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der Sprindok auf, hangzott fölöttem. Sárról kevert vér szárad föl. Szent Király szabadja, 1944. október 31. Ennyit a versekről, ebből a témakörből. Befejezésről a fiatalok kitalálták, kérem szépen, egy zongorista című filmből, egy Polanski nevű zongorista, a háborús dolog, Chopin fog játszani. Én nem láttam a filmet, tehát nem tudok hozzászólni. Esküsztek rá, hogy szép. Chopin, egyébként is Chopin szerettem volna a végére rakni. Azt hiszem az első balladáján zongorázza. A német, ez a filmből való rész, tehát a német tiszt hallgatja, aki végül is megmenti. Mindenki ilyen meghalt, ugye? Ez a befejezés.